10 hónap alatt 6,5 kilométernyi szakasz épült ki a Szabadkát megkerülő Y-ágon, amelynek a Zombori utat a Topolyai úttal összekötő 5 kilométernyi szakaszát ma nyitotta meg Zorana Mihajlovics, kormányfőhelyettes, közlekedési, építésügyi és infrastrukturális miniszter. A beruházás értéke 370 millió dinár. Nagyon bízom abban, hogy az Y átkiépítése 2019-re befejeződik. Úgy gondolom, nem beszélhetünk Szabadka, Vajdaság vagy Szerbia fejlesztéséről, amennyiben nincsenek megfelelő utaink. A mostani szakasz kiépítését 2 hónappal határidő előtt fejezte be a kivitelező, ennek köszönhetően pedig már az idén folytatódhat az Y-ág építése. Pásztor István, a tartományi parlament elnöke azt mondta, a helyiek 30 éves álma válik végre valóra. Abban a helyzetben vagyunk, hogy mivel egyéb más nagy beruházásokon felszabadulnak pénzek az idei év folyamán, azok ennek a beruházásnak a megvalósítására átesznek csoportosítva, úgyhogy szeptemberben kiírásra kerül egy újabb közbeszerzés, mint egy 500 millió dinár értékben. A Békovai bekötőúttól ennek az útnak a végéig, a Topolyai útig, illetve a Csantavéri útig azt gondolom, hogy az elkövetkező jó fél évben az építkezés is be fog fejeződni. A szeptemberi közbeszerzési eljárást követően tehát további 5,5 kilométer hosszú szakaszon épül ki a kerülőút. Bogdán Labán, Szabadka polgármestere azt mondta, a mostani szakasz kiépülésének is nagy jelentősége van, hiszen az összeköti az autóutat a Kisbajmoki ipari parkkal. Ennek a szakasznak különös jelentősége van, hiszen összeköti a Kisbajmoki ipari parkot a 10-es korridorral, ami városunk gazdaságának fejlesztése szempontjából kiemelt fontosságú. Természetesen az sem mellékes, hogy ennek köszönhetően fokozatosan kihelyezzük a teherforgalmat a város központjából. A Szabadkát elkerülő Y-ág kiépítése 27 évvel ezelőtt kezdődött, a mostani ígéretek szerint pedig 2019 végére fejeződik be. A Zombori és a Topolyai út közötti szakaszt mától hivatalosan is használhatják a polgárok.